Kiállítás nyílt a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium tanulóinak fél éves munkáiból Budapesten. 8 szakterületről csaknem 40 diák, közel 80 alkotása tekinthető meg. A tárlatot a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület szervezte, így szeretnének bemutatkozási lehetőséget adni a legfiatalabb alkotóknak. Edénykészlet rakóégetéssel, plasztikus csempe és egyedi tervezésű díszpárna. Csupán néhány kiemelkedő alkotás azok közül, amelyeket a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium tanulói az elmúlt fél évben készítettek. Mindenkinek egy nagyon nagy élmény, hogy ennyi ember láthatja a munkáinkat, és igazából nekünk így egy álom vált valóra. Én az ukrán népviseletből indultam ki, és ezzel az volt a célom, hogy egy mai hordható ruhát tervezzek, és a mintát is saját egyedi készítéssel raktam rá. Koller Vivien divat és stílus tervező szakon tanul. Azt mondja, gyerekkora óta foglalkoztatja a kreatív munka. Úgy véli, a gimnázium segített számára abban, hogy megtalálja azt a szakterületet, ahol kibontakoztathatja tehetségét. Nem csak fejben, hanem gyakorlatban is ott kell lenni. Szóval megtanulunk tervezni, mindenki talál magának különböző szakokat, tehát a grafikától elkezdve a divaton át, a textilműves, úgyhogy aki amit szeret, az minden megtalálható ott. 8 szakterületen csaknem 40 diák, közel 80 alkotása tekinthető meg a kiállításon. A fél éves munkáinknak a legjobb darabjait hoztuk most erre az első budapesti kiállításra. Az volt a cél ezzel, hogy számunkra egy ilyen találkozópontot hozzunk létre, hogy vidéki diákként fölkerülhessenek egy pár napra, és megnézhessék a fővárost, és kiállíthassák szakmailag és a munkájukat ebben a galériában. A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület számára kiemelten fontos a pályakezdő művészek támogatása. Ezért számukra a belvárosi Fise galériában folyamatos bemutatkozási lehetőséget is biztosít. Gondolta a tagság, hogy most már nem csak az alkotóknak, hanem a tagjaink mint tanárokként, és az ő diákjaik, mint fiatal alkotóként, a jövő tehetségéként is bemutatkozzanak a Fise galériába. Ezért most a Zichy Mihály kaposvári szakgimnázium után a Medgyessy Ferenc szakgimnázium Debrecenből, aztán meg a Jasik szakgimnázium Budapestről lesz az, akik ebben az évben bemutatkozhatnak a Fise galériában. A kaposvári szakgimnázium kiállítása március 8-áig, minden hétköznap ingyenesen látogatható.